A megye legjobb népdalkörei, népdalénekes csoportjai, pávakörei álltak a zsűri elé, hogy megmutassák tudásukat egymásnak, a közönségnek és a neves szakemberekből álló zsűrinek a Cinege Madár Tolna megyei népzenei versenyen, amelyet a Babits Mihály Kulturális Központ szervez meg évről évre. Ez a Bogár Istvánról elnevezett Tolna megyei népzenei és népdaléneklési verseny, és hosszú évek után most újra itt lehetünk Tamásiban, közel 40 versenyző, aki összesen nevezett a versenyünkre. Ma 8 versenyzőt láthatunk Tamásiból, Dombóvárról és itt innen a környékről. Mivel ez egy megyei verseny, megyei meghirdetésű verseny, szeretnénk akkor úgy elhelyezni a helyszíneket, hogy egyik helyszín a megyeszékhelyen van, a másik helyszín pedig valahol vidéken. Most már évek óta Tamási az, aki otthont ad ennek az első fordulónak. Semmiféle megkötés nincsen. Nevezhetnek általános iskolások, középiskolások, és a felnőtt versenyzőket is várjuk. Nagyon sok nevezőnk van az idősebb korosztályból, egyéni népdaléneklések, népdalkörök, néptáncegyüttesek, dalos körei. Hát természetesen a célja az, hogy a népzenei hagyományainkat őrizzük, és a népi kultúrát, a néptáncot, a népzenét, a népdalt, a hangszeres népzenét, ezt mind-mind együtt láthassuk. Porga Ferenc polgármester köszöntőjében elmondta, örül, hogy sok a fiatal, ami azt jelenti, hogy van, aki tovább vigye a hagyományaikat. A népdal, a népzene legrégebbi hagyományaink közé tartozik. A lápentató hang nem jut eszembe, iskolába tanultam, az még a honfoglaláson, még a Kárpát-medencén is túl mutatnak a gyökerek, de erről az itt lévőknek szerintem külön nem kell előadást tartanom. Én minden esetre örülök, hogy ismét ilyen szép számban összejöttünk, és ha nem is biztos, hogy a verseny kifejezése jó, inkább egy dalos találkozó, egy jó hangulatú, hagyományápoló közösségi délelőttöt kívánok mindenkinek a mai napra. A jó kívánság pedig teljesült is. Örömmel léptek összeállított népdalcsokraikkal a zsűri elé a versenyzők. Nagy Flóra, Tamási Vürc Ádám iskola 3. osztályos tanulója aranyminősítést szerzett a versenyen, így ő is részt vehet a Cinege Madár döntőn és gála műsoron Szekszárdon. A szintén tamási versenyzők Czer Leona és Czer Lorna duó ezüst minősítést kaptak a szakavatott zsűritől. A lányok éltek a lehetőséggel, és a verseny keretein belül a Kóta Aranypáva népzenei minősítőn is részt vettek. Dicséretes fokozatot kaptak, így részt vehetnek a Kóta országos népzenei minősítő versenyén, köszönhetően szorgalmuknak és felkészítőjüknek Gulyás Ildikónak. A három tagból álló zsűri számos dologra figyel oda minden alkalommal a népdalok eléneklésekor, tudtuk meg Szabadi Mihálytól. Itt tulajdonképpen énekes produkciók lesznek zömmel, kivéve az a néhány citer, meg hangszeres, bár az idén, ahogy a nevezéseket nézem, több hegedűs is megmozdul. A dolognak tulajdonképpen olyan körülbelül, épp az előbb számogattuk, pontosan nem is emlékszünk már, olyan 25 éve indult ez az egész dolog. Nagyon nagy lelkesedéssel, nagy apparátussal indítottuk annak idején. Még olyanra is jutott energia, hogy akik jelentkeztek, csoportok, azokhoz kimentünk, próbára segítettük őket. És hát annak az eredménye lett, hogy ez így kivilágzott, és 25 év óta is még mindig van. A lényege az, hogy népdalt kell énekelni. Örülünk annak, hogyha lokális anyagból válogatnak, tehát helybéli anyagból válogatnak. Itt ugye Tamási környéke is
bővelkedik, ugye akár itt a hajdani iregi gyűjtések, akár a kaposmenti gyűjtések, meg hát Somogy közel van, úgyhogy lehet válogatni, tehát Tolna megye rendkívül gazdag ilyenben, ugye ott van a Sárköz, Dunamente, itt vannak a bukovinai székelyek, nagyon gazdag a népdalkincs. Ennek a újraélesztése, terjesztése, művelése a cél. A Babits Mihály Kulturális Központ által kiírt népdaléneklési és népi hangszeres verseny legjobbjai a Szekszárdi Szüreti Napok 2022. évi Cinega Madár gálájának szereplői lehetnek.